A nagykőrös ellen 18. győzelmét szerezte meg a bajnokságban a nyíregyházi együttes, úgy, hogy a második fél időben 47 hazai ponttal szemben mindössze 16 pont érkezett a vendégoldalról. A mérkőzés előtti és a mérkőzés utáni szerdán is játszottak egy edzőmeccset Debrecenben a cápák, amelyeken az átcsoportos ritmushoz kellett alkalmazkodniuk a játékosoknak. Busz Iván szerint a későbbiekben profitálnak majd ezekből a találkozókból. Nekem úgyis az a véleményem, hogy nyilván leszámítva a válogatott játékosokat, az A csoport magyarja és a B csoport magyarjai közt nincs annyira nagy tudásbeli különbség. Nyilvánvaló, hogy az A csoportban öt, vagy van ahol hat idegen légiós segítik a csapatok munkáját, és igazából, amikor ellenük játszunk, ezt érezzük, hogy teljesen más fizikálisan, sokkal erősebbek a játékosok, gyorsabbak, illetve ez vannak hozzászokva, és hogyha mi ezzel ellen készülünk, ezzel ellen játszunk, abból mi is profitálhatunk, és nagyon remélem, hogy mi azt át fogjuk tudni vinni a B csoportos meccseinkre, és akkor nem lehet gond. A nyíregyháziak az Éllovas MASZ csapatával azonos mutatóval állnak a tabellán, és mivel még játszanak a fővárosiakkal, megvan az esély arra, hogy a cápák az élen zárják az alapszakaszt. Ha az alapszakasz elsőséget szeretnénk megszerezni, akkor már nem hibázhatunk a hátralévő négy meccsen. Két idegenbeli van és két hazai, mindenféleképpen nem történt meg még egyszer az, ami a TF ellen. A BKG is egy nagyon kellemetlen csapat, náluk van a ligának a legjobb pontszerzője, a két alacsony mezőny játékosuk nagyon veszélyes, emellett idegen légiósuk, nekik is van, és olyan magyarok, akik hozzá tudnak tenni a játékhoz. Általában a BKG ellen győztesen hagytuk el a parkettet, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez ismét így fog történni, és tényleg csak a hozzáállás kérdése lesz. Az elejétől kezdve koncentráltan játszunk, illetve úgy védekezünk, mint a nagykörös ellen, vagy úgy tudunk olyan iramoton diktálni, mint amit a debreceni edzőmeccseken megszokhattunk, akkor nem lesz probléma. A 23. fordulóból egy meccset már lejátszottak, azon a budapesti Honvéd 82-77-re verte az MTK Elit Basketet. A BKG Prima Ese Hübner Nyíregyháza Blue Sharks találkozó mellett, míg MEASZ Miskolc PVSK, Veszprém TF Budapest, Budafok Salgótarján, Baja MASZ és Nagykőrös Vasas Akadémia mérkőzéseket láthatnak a szurkolók.